A századforduló éveiben az olasz kard dicsőségétől visszhangzott a sportvilág. Ez a néhány felvétel 35 évvel ezelőtt készült, amikor már a magyar kard volt eredményes. A győzelmek Italo Santelli vívómester nevéhez fűződtek, aki egyéni stílusával a magyar kardvívást is forradalmasította. A világhírű olasz mester születésének 100. évfordulóján a Santelli Kupa emlékversenyén magyar, olasz és francia vívók léptek pástra. A kupa győzelemért most az olasz és magyar csapat vív. Az asszóállás 12-10 a magyarok javára, amikor a páston baloldalon Messina, jobbról Rigoli. A magyar vívó 5-3-ra győz, és ez már a magyar csapat győzelmet jelentette. A Santelli kupát a mester fia Giorgio Santelli adta át.